Múlt hét vége felé kezdték el árulni a patikákban ezt az otthoni COVID antitest tesztet, és ezt most mi kipróbáljuk. Itt vannak leírva a lépések, mit kell csinálni. Egy lándzsával kell eszélni magam. Mit kell csinálni pontosan? Vegyét akkor a törlőkendővel. Akkor nyom el, húzza a kupakot. Van benne pipetta bőven. Na, először fertőtlenítsük le az ujjamat. Középső ujj, azt mondják középső ujjból kell. Fogalmas sincs, hogy működik. Egyik le. Jó, ott a vérem. Ki kell nyomni, és ezt elvileg oda kell tartani, amíg fel nem szívja legalább a fekete részig. Ha? Jó. Meg vagyunk. Vér helyére oda kell nyomni a cuccot, majd igen, csepetsen két cseppet ebből. Idő. Egy, kettő. És most várunk. Ja, az a gyanú, hogy sajnos még nem este vált ezen a betegségen. Lejárt a 10 perc, hát eredmény az van, de hát nem annyira jó, de legalább azt tudjuk, hogy érvényes a teszt, ugyanis ha van C betű, akkor az azt jelenti, hogy érvényes. De igazából ez, én most nem nyertet húztam, mert ha lettem volna, akkor ahogy itt lehet látni, ezek közül lett volna bármelyik még bevonalkázva, de nekem csak a negatív van a C-betű is, úgyhogy egyelőre még nem estem át a fertőzésen, úgyhogy hordom a maszkot továbbra is.